nem volt kettőnél nagyobb a különbség, ugyanak 28-28 lett a vége, viszont rengetegszer változott az, hogy melyik csapat vezet, és nagyon fontos az, hogy Petar Nenadić az előző elrontott lövés után rögtön a következő támadásból gólt szerez. Ugye potyognak a gólok jobbra-balra, és kevesebb a védekezésre a figyelem. Ilić, Nenadić, jó lövés, Epe is beleért Mitrevski, de először a meccsen kettővel a Veszprém vezet. Nenadić, ha lendületbe kerül, akkor ilyeneket tud. Petar Nenadić egymás után három gólt szerez. Volt egy rossz próbálkozás, ami csúnyán fölé ment, a következő három lövéséből gól születik. Ez meg benne lesz szerintem az öt legszebben ebben a fordulóban. Anderson időt is kér. Jokkal. Nyilván ez még egy nagyon messze van, hogy ki kivel fog, vagy hogy, hova lehet érni, de ezek a pontok, ezek elképesztő fontosak. Nenadić egymás után négy lövésből szerez gólt, és fontos, hogy ezek bemenjenek, és tudjuk azt, hogyha Nenadićnak olyan napja van, akkor olyan napja van, ha ilyen, akkor viszont nagyon ilyen. Azóta megjött az előző Diogóli vére gól, tehát ez 27-21 kell, hogy legyen a Veszprémnek. Nenadić. Most már ez 28-21, megint egyszerűen szépen. De ez megint egy fegyelmezetlenség a védőtől. Ember hátrányba a hármas védő kiszalad. Gyorsan passzív. Nenadić 29-21, remélem ezt javítják, és ezért nincs kint az eredményjelző. És nem kell törnie magát most már egyetlen Veszpréminek sem. Igen, Elderának még el kell hinnie, hogy itt ő rengeteget tud segíteni, mert az ő egy-egyei, hogyha megérkeznek, mint például most, ugye a lövőkezével ellentétes irányba megverte az elem a védőt, más kettes védő besegített, Nenadić zicsert lőtt. Én azt gondolom, hogy ő neki ezt minden pillanatban is meg tudja ezt csinálni. Rui Silva, Mikkelsen. Azt ja. Köszönjük szépen, Nenadić előre. Tökéletes labda a Strülek. És most már a négy gólos vezetés is megvan, és hogyha még ezt a négy percet ezen a hullámon sikerülne meglovagolni, akkor még nyugodtabban lehetne neki menni a második félidőnek. Viszont Nenadić meglátszik, hogy élvezi. Ez a passz is, ez egy gyönyörű, szép, hosszú passz, bevállalta. Plaza Jimenez le is marad, Nenadić dönthet. Oj, de szép, már meg gyönyörű! Ott a 30. Ez már egy kicsit ez a Harlem Globetrotters, ugye, amikor már belefér minden. De hát ez a labda, amikor mindenki azt gondolt, hogy oké, megvan a falt, így volt ezzel Turin is, akkor odavarázsolt a Pesmálbekhez. Ebből látszik, hogy az egész csapatra számít a mester. Oj, Nenadić és Ellison! Amit akar a Veszprém most már úgy. Örömjáték. Mitrevski, talán könnyebb lett volna ott eltalálni Mitrevskit, mint nem, de gyönyörű volt a játék.